A és nézőink, nagy szeretettel köszöntöm őket a Párbeszéd az Emberért című műsorunknak. A mai vendégével együtt dr. Stív Zoltán atya, számomra remek grafikus művész, de jelenleg börtön lelkész. Úgyhogy köszöntelek e, nagy tisztelettel és szeretettel, és örülök, hogy elfogadtad a mai beszélgetést. Én köszönöm a meghívást. Hát ugye van egy ilyen neved, hogy Angelico, és te ezt nagyon szívesen és büszkén viseled. Ez az Angelico atya, ez végül is hogy lett Angelico, és egy kicsit azért ezzel együtt önmagad és, a, és ennek a szívesen viselt névnek is a történetiségéről egy pár szót azért a nézőknek és hallgatóknak mondjunk el rólad. 1993. június 17-én szenteltek pappá, és akkor még csak annyi volt, hogy a szentképemre én rajzoltam egy miséző papot, minisztráns gyerekeket, meg, meg, egy pár hívőt. Ennyi jelentkezett abból, hogy én korábban szerettem volna, gondoltam arra, hogy a grafikával foglalkozom valami képzőművészeti mesterséget választok, de aztán papként egy pár évig ez a dolog aludt, mondom, volt ez a szentkép, amire egyébként színai Szent Katalinnak a jelmondatát, illetve az ő egy mondatát választottam, mottóként, hogy a megfeszített Krisztusért remélem, hogy mindenre képes leszek, és ki fogok tartani hűségesen. Na hát ez a szentkép, amelyen ez a szöveg volt, a, az én rajzocskámmal, gyerekes rajzocskámmal készült, de teltek múltak az évek, és 99 ősze, így emlékszem is rá, hogy amikor hitoktattam szombathelyen egy iskolában, valahogy akkor merült ez föl, nem, nem akkor kezdtem a hitoktatást, és rajzolgattam én már hittanórákon, de valahogy ez az ősz határozottan emlékszem, hozta azt, hogy nagyon sok hittanórám volt, Helyettesítettem, sok hittancsoport, nem volt nagyon időm fölkészülni, sok gyerek, rendetlenkedtek is talán, mit csináljak. És akkor jött ez, hogy egy hittanóra, egy rajz a táblára, és kiderült, hogy a gyerekeknek ez tetszik. Tetszik az, hogy amiközben beszélek, akkor születik a rajz, és még nem egészen tudják, hogy mi lesz belőle. És ott, eh, akkor emlékszem, hogy a hittanórák végén elkezdtek oda jönni, hogy amit a táblára, táblára, rajzoltam, azt nekik is a füzetükbe készítsem el. És innen indult ez a rajzos dolog, született egy kis angyalfigura, akinek nevet kerestem, azért született, mert közben a fiatalokkal rádióztunk szombathelyen egy közösségi rádióban, még úgynevezett keleti urh ment ez a rádióadás, úgyhogy nem túl sokan hallgatták, azok hallgatták, akiknek egy adományozó jóvoltából tudtam rádiót adni hozzá, hogy hallgatni tudják. Minden esetre ennek a rádió műsornak gondoltuk, ugye írtunk 99-et, hogy legyen egy internetes megfelelője. Ugye akkor ez még újdonságnak számított, egy honlap, a honlapnak legyen egy gazdája, és akkor itt találkozott ez a két dolog, hogy a honlap gazdáját ennek a már hittan órákon megszületett kis angyalkának a figurája adta, akinek a neve mi legyen, mi ne legyen, hát egyszer csak kiderült, hogy mivel angyalka, hát legyen angyali a neve, de hogy értsék, más helyeken is a világban, ezért nem magyarul legyen angyalka a neve, hanem legyen angyali olaszul, amely név az Angelico egyben utal egy pap szerzetes, domonkos szerzetes festőművészre is, Fra aki Firenzébe a Szent Márk kolostort csodálatos képekkel festette ki, és hát a Vatikánban is van ö, freskója, és más helyeken. Na, tehát az Angelikó név az így indult, még nem hozzám kötődött, csak a rajzokhoz, meg egy honlaphoz. És a gyerekek, amikor kis matricákat Angelikó angyalkával ö, adtam nekik, egyszer csak elkezdtek. Angelik atyának hívni. Na, ez aztán nekem megtetszett, bevallom, mert hogy a domonkos szerzetes pap, meg hogy a kis angyalfigura, és akkor, hogy ez mennyire játékos dolog. Úgyhogy innentől kezdve, amikor rajzoltam, hittan könyvi illusztráció és egyéb dolgok a grafika terén előjöttek, akkor ott az Angelikó névvel írtam alá, és ez azóta is most már lassan két évtizede van. Azért ugye most eljutottunk mába, de azért az előzmény csak az, hogy, hogy valahol még ez a készség valaki által azért csak benned valahogy kialakult. Valaki csak segíthetett, vagy nem magától jött. Volt-e mestered, vagy olyan rajztanárod, aki segítette azt, hogy ezt a készséget te igenis kell, hogy használjad, mert benned van. Szombathelyen jártam középiskolában, és amikor ott ez egy rendes, nem is tudom, hogy hogy kell ezt mondani, nem humán, nem reál, szóval egy, 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 egy rendes középiskola volt, a Nagy Lajos gimnázium azóta is létezik, és amikor ott tanultam, akkor emellett jártam Massi Ferenc grafikushoz, a képző, képzőművészeti főiskolára felkészítő tanfolyamra, ez heti, Két, Kétszer négy óra rajzot jelentett, úgy emlékszem, két délután volt emlékezetem szerint. Tehát ez, eh, amit meg kell itt említenem, mert ahogy utaltam rá, én, vagy kiderülhetett a mondataimból, hanem is tudatosan utaltam erre, hogy azért én nem papnak készültem ebben az időben. És még volt egy eh, olyan személy, akit erre a kérdésre válaszul megemlítek, akkor már pap voltam. Akkor már ez a rajzos dolog elindult, de az ikonfestés érdekelt. Kiderült közben azt, hogy nem az én sajátos világom ez, talán túl nagy fegyelmet igényel, nem tudom, ezt hagyjuk <laughs> euh, meg erre a választ másnak, de tény, hogy, hogy ikonfestést tanulgattam Folnhofer Máriától, Aha. aki akkor ott szombathelyen több tanfolyamot is tartott, és hát a, az ő képei is nagyon tetszettek meg, hát tőle tanulgattam és hát nem akarok megint túl nagyot lépni a mába, de furcsa, vagy inkább érdekes módon most is tanulok, ugyanis a börtönben jóvátételi munka keretében vannak fogvatartottak, akik festenek, és most éppen már a második olyan közös munkánk van, amit egy hozzáértő ebben a dologban a járatos fogra, fogatartottal együtt készítünk így falra is festettünk, egy mentőállomásnak a gyermekváróját festettük ki. Na hát előtt én falra nem festettem, úgyhogy ez egy érdekes tanulási folyamat volt, most pedig, amiben benne vagyunk, az az olajfestékes technikával táblára a törvényszék gyermek kihallgatója számára készítünk képeket. Úgy tűnik, hogy a nyolc hogy a táblán a négy sarkalatos erény lesz, meg még, még, három erény, a három isteni erény, és még egy tábla, ami meg az angelikok és angyalka egy szívvel. Úgyhogy ilyen gyermekes, de ugyanakkor komoly tartalmat képviselő hát munka lenne ez. Na is folyamatosan tanulok, most is, hogy ide érkeztem, azon járt az agyam, hogy, hogy tegnap Mit tanultam meg ettől a fogvatartottól, mert mondom ő, ő tényleg nagyon ügyes, hogy hogyan lehet a olajfestékkel bizonyos átmeneteket készíteni. De ő késétlen. nem festőművész, hanem csak érzéke. Ö, inkább autodidaktal ő, ő fiatal ember, és, és hát tanult bent, fiatal? és, és fest, grafikát tanult, és festést is tanult. Igen? Van, aki jár be hozzá, tanítani, tehát szakember. Úgyhogy és hát a tapasztalata is, tehát ő azért régóta már könyvekből is, és a gyakorlat által sok mindent elsajátított. Úgyhogy folyamatosan tanulgatok. Ennek azért örülök, mert bárhova vett a sors, azért ez, ez a rajzkészség, ez, ez a, mondhatnám, a szerelem ehhez, ez benned mindig ott volt, és nagyon sok kiállítást rendeztek neked, többek közt engem is megtiszteltél talán két kiállításodat én is megnyithattam. És hát az, az igazság hogy az a rajzkészség ami benned van az ritka erényeket és valami készségeket rejt magába és örülök hogy ezt nem hagyod abba hanem hanem tovább egymást tanítjátok végül is azért ott a börtönpasztorációs tevékenységek során. Na de hát azért előtte nem ez volt az igazi feladatot, hiszen szombathelyen talán Konkoly Püspök úr avatott téged annak idején pappá, és utána mi volt a pályát, hogy eljussunk azért majd a börtönpasztorációs tevékenységet, mert azért addig volt egy érzgalmas szép utad ö, többek köz Rómába is. Igen. 93, ahogy említettem, a szentelés éve, utána még egy évet itt Budapesten tanultam már papként. Ugye ez akkor Jellemző volt, hogy hatod éven még itt lehetett tanulni, és akkor általában már doktorálni szoktak a, a fiatal papok. De pont abban az időben, 93-94 volt az az időszak, amikor a tanulmányi rend is változott, egyben a szentelési rend, tehát hatod év végén is lehetett volna szentelődni, én még ötöd év végén szentelődtem. Szóval én nem doktoráltam itthon hanem hatod éven tanultam, licenciára készültem, egy készültem, Erdő Péter, akkor még tanár úrnál, most még biboros úrnál, de a Konkoly Püspök úr úgy döntött tavasszal, hogy engem kiküld Rómába. Ezt azért mindig megkérdezik, a, tehát Rómában nem küldenek valakit, hogyha ezt nem válla és nem szívesen teszi. Megkérdezett, én már összepakoltam egyébként mert meg is volt, hogy hova kerülnék, tehát a húsvéti időszakban helyettesítettem is valahol, tehát én erre nem számítottam, de a püspök úr a tanév végén mondta, hogy ez a terve, és azt is eldöntötte, hogy hol tanuljak és mit. Én kicsit mást szerettem volna, de végül is a Gregoriana Egyetem lett, ami nem baj, mert ő mindenképpen egy neves egyetemet akart, én egy kicsit mást gondoltam akkor, és a, a, tárgyat is meghatározta, hogy erkősteológusra van neki szüksége, hogy akkor indult be a, itt akkor már beindult, de akkor egyre inkább szükséges volt, hogy szombathelyen is legyen erkős teológia tanár, aki tanárokat tud tanítani erre a tárgyra. Így kerültem ki Rómába. Ott kettő év alatt licenciáztam, ez egyházi egyetemeken az a fokozat, amivel már lehet tanítani főiskolán. És akkor még kaptam egy évet, mert hogy Rómában volt egy Domonkos szerzetes atya, akit ajánlott nekem egy iskolatársam, hogy ő hát neki a lelki atya, és pont színai Szent Katalinnal foglalkozik. Ugye Szent Katalint én már korábban, már gimnazista koromban nagyon kedveltem az ő írásait. Illetve diktálásait, hiszen a leveleit nem is ő írtam, nem tudott írni és olvasni. Mégis egyházdoktor, és az olasz irodalomnak is egy kiemelkedő alakja, ez a középkori Szent, tehát színei Szent Katalin. Az ő eh, munkájával tudományos szinten foglalkozott Pádre Venki atya, őt ajánlották nekem, hogy keressem föl, és akkor ez még a második végén volt. Tehát akkor úgy tűnt, hogy én már jövök haza, a licenciának éppen az utolsó vizsgáit tettem le meg a szakdolgozatot, amelyet Színai Szent Katalinról írtam, az ő tanításáról. És akkor így találkoztak ezek a dolgok, hogy ö, a Venki atya nagyon szívesen fogadott, még a licencia dolgozat kapcsán is adott tanácsokat, és én a püspök úrat, a konkord püspök megkérdeztem, emlékszem, határozott, egy telefonbeszélgetés volt, és egy utólag eléggé meredeknek tűnik, hogy mondta a püspök úrnak, hogy, hogy nem maradhatok e még egy évet, nincs rá lehetőség. És erre azt mondta, hogy de. Nem rögtön akkor, hanem egy későbbi telefonhívás kapcsán, hogy, hogy maradhatok. Én azt mondtam, hogy mert ledoktorálok. Hát le is doktoráltam, de nem, a, nem egy év alatt, nem is hát talán le lehetett volna, akkor átmentem az Angelikum Egyetemre, megint egy érdekes egybeesés, Szent Domonkos rendjének az egyeteme, Aquinoi Szent Tamás, az angyali doktor egyeteme, és ezért Angelikumnak, Angelikumnak hívják. Hmm. Ez Szent Tamásra utal, nem Fra Angelikóra, a domonkos festőre, hanem a domonkos tudósra. Ott befejeztem a a kötelező órák lehallgatását, hazajöttem eh, 97-ben, nyáron, és itthon eh, a diszertációt befejeztem úgy, hogy 2000-ben visszamentem megvédeni azt. Közben itt Szombathelyen, hát az itt úgy értem, hogy Magyarországon, Szombathelyen, a szülővárosomban, azon a plébánián, ahova gyerekkorom óta jártam, káplánkodtam, majd három év káplánkodás után kerültem Szombathelyváros város egyik részébe, Herénybe, ahol egyébként kereszteltek gyerekkoromban, és ott voltam öt évig plébános, öt-hat évig ott voltam. Majd jött a Mária Rádió. Olaszországban nekem nagy vágyam lett, hogy egy olyan rádiót csinálni kéne Magyarországon, ami ott már az akkor tíz éves Mária Rádió volt, hogy ezt meg lehet csinálni, hiszen csak néhányan készítik, és, és, milyen nagyszerű. Ebből annyi született, amire már utaltam, hogy Szombathelyen egy közösségi rádióban egy műsort szombatonként a hittanusaimmal szerkesztettünk, élő műsor, betelefonálás, mindenféle ilyen érdekességeket kipróbálgattunk. És elérkezünk akkor 2006-hoz, amikor én a püspök úrtól, Konkor püspök úr éppen akkor készült nyugdíjba menni, még őtőle kértem engedélyt arra, hogy az akkor Budapesten már beindult Mária Rádióba, én dolgozhassak. A főváros főpásztora érseke, Bíboros úr ebben támogatott, és így töltöttem három évet 2006 és 2009 között Budapesten. Farkasrét, Zugliget, mint Káplán, de elsősorban azért, hogy rádiózzak. Most ez az időszak nagy lehetőséget adott arra, hogy, hogy a rádió mellett a rajzokkal is tudjak foglalkozni. És születtek hittankönyvek. Hittankönyv illusztráció, kifestő könyvek. Elkezdődött az, hogy kiállításokra hívtak, és a kiállítások kapcsán, ez mindig nagyon fontos volt, hogy a ott lévő gyerekekkel is nem mindig hivatalos módon, hanem többnyire én spontán módon Hígy valami jön. foglalkozás kialakult. Általában úgy, hogy hát ha volt ott valami kiadvány, esetleg hittankönyvet megvettek máshol és elhozták, hogy rajzoljak bele, akkor az ugye ott a gyerekek előtt született a rajz, és kiderült, hogy ez, ez ugyanúgy működik, mint annak idején a hittanórán, hogy rajzolok a táblára, beszélek, beszélgetünk, és ebből kialakult valami, amit én nagyon szerettem volna folytatni, Valamilyen szinten sikerült is, és ahogy uh, Iván bátyám említetted, én ezt nem akarom feladni, és remélem, hogy, hogy nem is kell, meg még nem is tudom. De azért nem olyan könnyű itt a magyar paphiányos helyzetben erre úgy időt és energiát szentelni, ahogy esetleg én szerettem volna, vagy szeretnék. Minden esetre 2009-ben a szombathelyi Főpásztor. Uh, akkor már Veres András püspök úr a paphiányra való tekintettel visszahívott az egyház megyébe. Akkor az őrségbe kerültem, két évig ott voltam plébános, nagyon tanul. Melyik teleplő? Csákány, Doroszló és még hozzátartozó hat falu, Ivánc, Viszák, Szentmárton, Gasztony, Felsőmarác és lehet, hogy valamit kihagytam. Gyönyörű vidék. De nagyszerű Igen. emberekkel, tényleg csodálatos vidék. Tanulságos volt, hogy azért, hogy a vidéki egyház helyzete mennyire nehéz, azt ott tudtam meg. Előtte is gondolkoztam róla, beszélgettünk róla, azt hittem, hogy tudok a problémáról, de hogy, hogy mit jelent ott vidéken helytállni, összevont plébániák és falvak között egységet teremteni, ez egy külön nagy tanulság és nagy téma. Minden esetre, hogy a kérdésre azért válaszoljak, és eljussak a mai nap időpontjáig. Ez két évig tartott, amikor a püspök úr hívott, hogy lenne egy feladat, ha elvállalom, akkor a Budapesten a vatikáni nagy követnek, az apostoli nunciusnak van szükség egy titkára, akkor még nem volt itt, de akkor érkezett a nagykövet úr Japánból, éppen váltás volt, és én elvállaltam ezt a feladatot, és így lettem titkára a, a nuncius úrnak. Ez kettő esztendeig tartott, aminek végeztével a püspök úr ugyan szeretett volna megint visszahívni, de sikerült megbeszélni vele, hogy hogy én már annyi éve próbálom ezt a rajzos ügyet úgy kipróbálni, hogy, hogy mi lenne, ha tényleg időt és energiát tudnék rá szánni. Tényleg működik, vagy csak én képzelem? És akkor a püspök úr megengedte, hogy, hogy itt maradjak Budapesten. Ugye ezt nem kell nagyon magyarázni, hogy, hogyha Miskolcra hívnak, a Szegedre hívnak, a Pécsre hívnak, a Szombathelyre hívnak, Budapestről egy nap alatt meg lehet fordulni mindenhonnan. Uh -huh. Szombathelyről nem lehet megfordulni egy nap alatt, úgyhogy ezért én szerettem volna itt maradni, és, és a püspök úr engedélyt adott rá. Hát ha viszont itt vagyok, papként Hát valami lelkipásztori feladat is kell, és akkor a bíborosurral beszélgettünk, hogy mi lenne akkor adódott egy feladat, amit én elvállaltam, a Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézetbe kellett lelkész. És hát egy nagyon-nagyon szép világ nyílt ki előttem, és két évig börtönlelkészként, itt Budapesten tartózkodva, ezekkel a rajzos feladatokkal is foglalkozva, Teltek a, a hónapok, míg nem a püspök úr, és akkor már mindjárt a mai naphoz érünk, egy év hiány, jelezte, hogy hát tényleg a Szombati Egyház az egyik leginségesebb a papi hivatások tekintetében, sok kicsi falu menjek haza, és egy és, és lelkipásztori állást töltsek be, mert, mert tényleg nagy hiány van. Mivel a börtönben itt már tapasztalatot szereztem, hát akkor le, be azt a, a lelkipásztori állást, ami, ami, ott a megújult és megnagyobbodott szombathelyi országos BV intézetben e, hát az egyház megye feladataként adódott, így lettem egy évvel ezelőtt körülbelül a Szombathelyi Országos Büntetés Intézet e, katolikus pap börtönlelkésze, és hát azóta ott dolgozom. A rajzos dolgok egy kicsit hogy mondjam, takaréklángon égnek, de mint az előbb is utaltam rá, maga a börtön is ad lehetőséget, meg, meg hát a fogvatartottakkal is, amikor foglalkozom, hát, ahogy a felnőttek a, az erkölcs tanórán, most a főiskolára gondolok, vagy éppen a fiatalok, akik kerességre készültek, bérmálkozásra, vagy ahogy a gyerekek ugyanúgy a fogvatartottak és úgy veszem észre, hogy nagyon jól veszik ezt a nyelvet, ami a rajz nyelve, persze kiegészítve a szavakkal, és hogy a hit az evangélium átadásának ez az útja működik a börtönben is, ez most már több éves tapasztalat találta mögött bátran állítható. Minden esetre egy izgalmas, szép kis pálya, amit eddig hát fiatal létedre, azért gondolom, hogy valami távolabbi terv azért csak van az, hogy lehet, hogy talán örökös, úgymond börtönpasztorációs tevékenységet végzel, bele együtt természetesen ezzel a tudással és ennek átadásával együtt. De hát azért gondolom, hogy a lelkipásztori munkának más dolga is azért megérintett téged. Egy-két gondolatot erről a két évről, mert azért ez egy külön világ volt, amikor a diplomáciába kerültél. Igen. Ahol azért egy olyan találkozási lehetőség van, amiből szintén tudtam eredkezni, gondolom én. Ugye én titkár voltam, tehát látni kell, hogy a titkár felelőssége azért, azért nem az, mint egy diplomata felelőssége. Igen. Tehát nekem segítenem kellett a, a alapvetően a Nuncius urat, illetve hát az ott dolgozó más munkatársakat, azzal, amivel tudtam. Amit én láttam, és, és ez, ez volt talán az egyik szép tanulság ezeknek a, az éveknek, hogy ahol emberek vannak, ott a pap elsősorban lelkipásztor, akármit csinál. Ha nem csinál semmit, akkor is. Ezt nem is elsősorban én a saját tevékenységem kapcsán tapasztaltam, inkább ahogy láttam, ahogy a akár a nuncius úr, akár, ugye mindig itt Magyarországon van egy másik diplomata, az úgynevezett első titkár, aki diplomata, és később, tehát ilyen státuszból lépnek nunciusi rangra és feladathoz, így kerülnek a Ez most a egy lengyel Most olyan. lengyel kollega dolgozik. Amikor én oda kerültem, akkor egy indiai Igen. atya volt, a kurian atya, és és az ő életüket látva, hát ugye sokszor kísértem őket e, ilyen alkalmakra is, azt vettem észre, hogy hogy őket is elsősorban papként tekintik a diplomaták is, akik ugyanúgy emberek, mint, mint a többi ember. És, és ilyen szempontból abban erősödtem meg, hogy a papi hivatás lényege az egyrészt egy titok, tehát nem is lehet kimondani, másrészt tényleg nem a tevékenységben rejlik hanem a létezésben. Egy kis szünetet tartunk, és azért folytatjuk tovább, mert azért itt ez egy izgalmas kis terület, hogy ebből mit merítettél, de ezt a következő részben folytatjuk, addig is egy kis szünetet tartunk. Kedves Angyalikó hogyha folytatjuk tovább a beszélgetést, egy izgalmas terület, ugye picit megismerted a világot is, már idézőjelben a helyi világon kívül a diplomáciának is benne, ott a lelkipásztor szerepének is. Erről egy pár gondolt, hogy ezen a pályán gondolkodtál esetleg, hogy itt tovább menni, hiszen időd van. Én így nem gondolkodtam, mert azért korábban is úgy tudtam, meg ebben megerősödtem, hogy, hogy papként a diplomáciai pályára legalábbis nekem így tűnt most közben, hogy mondom a mondatot, azért elgondolkoztam, hogy lehet, hogy nem mindenki gondolja így, és nem biztos, hogy baj, hogy nem így gondolja mindenki. Én úgy gondoltam, úgy láttam, abban erősödtem meg, hogy ezt nem választhatja valaki. Tehát esetleg kijelölik, a Kurián volt erre nekem nagy példa, ővel sokat beszélgettem ilyen személyesebb dolgokról is, és az ő életét megismerve láttam, hogy ő ezt nem választotta, nagyon tehetséges, nagyszerű pap és, és diplomata jelenleg úgy tudom, hogy Egyiptom kairóban van diplomataként, de ő, ő se választotta. Az előjárói fölkérték, megkérték, nyilván nem lesz valaki diplomata, ugyanúgy, hogy Rómában sem megy kitanulni, hogyha valaki kézzel-lábbal ez ellen hadakozik, de de az kiderült, hogy, hogy ez nem úgy történik, hogy én jelentkezem, hogy én azt hiszem, hogy nagyon olyan diplomatának való vagyok. Persze ez lehet, hogy nagyon szubjektív megközelítés, és lehet, hogy éppen az van benne, hogy én nem annak való vagyok, és ezért sose azok a vágyak mozdítottak engem, amik kompatibilisek lennének a, a diplomata élettel, de ehhez rögtön hozzá kell tennem, amit az előbb is a, próbáltam említeni, hogy, hogy, ha pap valaki, akkor mindegy, hogy hol van. A Lénárd ödön atya jut eszembe, aki papságom elején volt alkalma vele sok többször találkozni. Lelki atyának is mondanám, de hát ezt már megkérdezik tőle. A Pia, igen, ott volt a Ciszer nővéreknél, piarista atya, piarista. ő volt legtalább börtönben, 76-ban még börtönbe ült, és nem tudom, hogy ő vállalná, -e, de hát a lelki atya viszony volt, és gyermek viszony volt köztünk, tehát én volt, amikor nála gyóhattam rendszeresen, és, és hát remélem, hogy ő a Mennyországból is ennek megfelelően gondol rá. Minden esetre ő beszélt arról, hogy, hogy a börtönben, amikor még misézni se tudott, ő akkor is pap volt. Bevallom, akkor én ezt nem értettem. Én akkor azért mentem hozzá neki panaszkodni kicsit, tanácsot kérni, hogy atya, hát szólnak, hogy hosszú a misém, hát, hát nem tudom rövidebben, hát hogy, és akkor akkor ilyenekkel bátorított, hogy, hogy a lényeg az még nem is ez. Akkor nem értettem. Most már kezdem érteni, és ez a diplomata dolog is ide tartozik, hogy ha pap vagyok, akkor mindegy, hogy hol vagyok. Elsősorban papként létezem. Én, mivel Valahogy a hivatásom mindig is ilyen irányú volt, azért nem, nem úgy képzeltem el magam, hogy, hogy én fogadásról fogadásra megyek és ott képviselek komoly gondolatokat, nagyon okosan, fegyelmezetten és, és kulturáltan, ami fontos. Nem így képzeltem, de, és itt a, a másik oldala az éremnek, pont e két év tapasztalat után nem tartanám lehetetlennek, tehát nem azt mondom, mint néhányan, hogy hát ez egy olyan élet, ami, ami összeegyeztethetetlen a papsággal. Ahogy a börtönlelkész nem összeegyeztethetetlen, ahogy a plébános ma sajnos nem azt teszi, nem teheti azt, amit egyébként egy klasszikus plébános 50 éve, de akár 30 éve is tehetett, mert pályázatok, hitoktatás szervezés, ezernyi adminisztratív feladat, amit legjobb lenne persze elkerülni. Nem lehet. Ugyanígy vannak feladatok éppen a diplomácia vonalán is, amit úgy tűnik, hogy, hogy, papoknak kell végezni, hát ha annak kell, akkor, akkor biztos az a pap megkapja hozzá az erőt, a lehetőséget, úgy, úgy képességek tekintetében. Én erre azért vágyni nem vágytam. Én úgy láttam, hogy a titkársággal lenne ez a dolog nekem be is fog fejeződni, így is lett. Nem lehet tudni nem véletlenül kérdeztem meg. Hiszen én megismerkedtem éppen a szentszékkel való diplomáci kapcsolatok újrafelvételén 89-ben, amikor találkoztam Kolaszunó, Bukowski atyákkal, Kazarolival és a később aztán a Vatikán 97-es megállapodásban, és szintén, tehát többször Szent Atyával is, hogy hihetetlen tudással rendelkeznek, hihetetlen... Szóval a diplomácia képzésnek azt hiszem a csúcs a Róma. És valahol benned ezt a világi gondolkodást érzem, benne a vizualitás is milyen, milyen plusz tud adni, mert ahogy mondod a gyerekekkel is, nem csak mondod, hanem csinálod is, és ez még nagyobb erőt ad, vagy még nagyobb szolgálat tud sugározni mások felé is. És egy diplomatának erre nagy szüksége van, hogy nem csak mondja, hanem mutatja is őt gyakorolja is. Szóval én el tudnám képzelni azt, hogy Angelika atya valahol egy, egy nunciusként, nagykövetként Magyarországot képviseli valamelyik országba, úgyhogy ezért kérdezem, mert azért, amit most elmondtál, abban nem zárod ki, tehát minden elképzelhető, az igaz, hogy újra Rómába kellene menni, és mondjuk azt az iskolát is végiggyakorolni, amiben itt ebbe a két év alatt azért beleszagoltál. Azt hiszem, hogy kinőttem ebből, tehát van valami korhatár, de akkor maradjunk abban, hogy a gondviselésre bízzuk ezt is. Ez így igaz. <gül> <gül> Jó, akkor maradunk Magyarországon. <laughs> és végül is ugye említetted, hogy hittankönyveket is illusztráltál. És egyik kiállításod, megnyitásakor én arra inspiráltalak, hogy érdemes lenne a gyermekbibliát, rajzos gyermekbibliát megcsinálni, hiszen a, a gyerekeknek a vizuális, hát minden ember, de a gyerekek különösen a legfogékonyabban a, a vizualitáson keresztül jobban megismeri mindaz, amiről beszélsz. És ezt rá, ábrázolás ez megmarad bennük, pláne az ő nyelvükön megy a rajz, már pedig a te rajzod az ő nyelvükön szól. A felnőtt is ugyanúgy megérti, de a gyerek számára ez fontos, hogy hogy valóban az a misszió, ami nem börtönne, hanem a gyerekeknek a hit identitását, és egyáltalán abban a segítése, hogy gondolkodta arra, hogy, hogy esetleg ezek a rajzok egy ilyen, egy ilyen biblia, Gyermekbiblia ismertetés rajzokkal együtt, szóval egy ilyen könyvet is készíteni. Igen, és most azon töröm a fejem, hogy vajon mikor ö, jutott ez úgy először konkrétan eszembe, mert már jó pár éve. Én szerintem itt Budapesten, mikor az a Mária Rádiós időszak volt, és a hittankönyv illusztrációk születtek, és annak kapcsán kiderült, hogy jó néhány kép már meg is van egy Biblia illusztráció indulásához legalábbis. Hát ugye akkor az 2006 és 9 között, úgyhogy hát lassan egy tíz éve ez egy terv, egy álom, nem adtam föl. Úgy tűnik, hogy a mostani feltételek, körülményeim, elfoglaltságok ezt nem engedik nagyon, de tényleg nem adtam föl, mert az látszik, hogy ha nem is tudok úgy rajzolni, annyit rajzolni, amennyit szeretnék, az idő alak Kitja az ember belül. Tehát ezért, amikor ez a képzőművészettel kapcsolatban szokták mondani, hogy milyen kézügyessége van, ez nem kézügyesség. Ez valami, valami más. Belső. Valami ott belül alakul, és ez azt hiszem akkor is alakul, amikor nincs mód gyakorolni és érlelődik. Úgyhogy nem adtam föl, bízom benne, hogy majd a Jóisten erre lehetőséget ad. Most ennek nincs itt az ideje. A börtön mellett most már, hogy ugye egy éve vagyok lassan szombathelyen is, és kezdenek sínre kerülni a dolgok szépen, fölépült, aminek föl kellett liturgia, mikor van szentmise, és így tovább azért, ugye ez is egy kezdeti időszak, és annak a nehézségeivel terhelt időszak volt. Én bízom benne, hogy ha a Biblia illusztrációnak nem is tudok nekiállni, de tudom folytatni azt, hogy rendszeresen elvállalok meghívásokat. A kiállításokkal most nagyon visszafogott vagyok, azokat általában visszamondtam most. Egy-kettő ősszel van, amit elvállaltam, amit nem tudtam lemondani. Viszont az, hogy plébániákra elmenjek gyerektáborokba egy-egy órát tartani, egy ilyen játékos, mondjuk rajzos hittanórának, rajzos evangelizációnak, ez van. Ez szerintem azért folyamatosan alakít, mert ha mondhattam azt, hogy a fogvatartottaktól tanulok rajzolni, hát akkor még inkább kell mondani, hogy mindenkitől, gyerekektől, fogvatartottaktól, akár diplomatáktól, bárkitől, akivel találkozom papként, tanulok, mindannyian így vagyunk vele, és élelőlik és az, hogy kinek, mikor, mit, hogyan lehet elmondani, átadni az evangéliumból. Most tehát vannak ezek a foglalkozások, általában most az van, hogy kivetítem a, a rajzokat, Amik ott készülnek. Tehát, főleg ha többen vannak a gyerekek, akkor úgy tűnik, hogy uh, kis kamerával élőben veszem Aha. a rajzot, és akkor nem táblára rajzolok, viszont nem digitális módon. Próbáltam azt is, úgy tűnik, hogy a gyerekeknek sokkal jobban leköti a figyelmét, érdekesebb, ha ha ott látszik a papírnak a rostja, Ezt. látszik az, hogy a ceruza most éppen ott van, kitört a hegye, jaj, milyen érdekes, lapozni kell, elfújja a szél a lapot tehát ez a De módszer. Igen, életszerűbb. Igen. Egyébként, ami még érdekes, és talán ebbe a beszélgetésbe belefér, hogy megemlítsem, hogy, hogy rá éreztem arra, hogy az ének mennyire jó. Tehát az ének és a rajz együtt. És akkor az aranymi atyánkot, Jáki Teodóz tanultam még 99-ben, azt hiszem, akkor ő énekelte föl nekem egy magnóra. Azóta a azt ismerem, és azt el szoktam énekelni közben rajzolok, akkor megállok, kicsit magyarázom, tehát ez megy, és, és, remélem, hogy ezt folytatni tudom. És azért a börtön mellett annyit kell mondanom, hogy hát ott is vannak gyerekek, na nem a börtönbe, de hát amikor szombathelyről azt mondjuk, hogy 1400 fogatartott van, ugye körülbelül 100 hölgy, és 1003 férfi, hát azért az, az több mint ezer család, és látogatók jönnek, és mivel bőtőlelkész vagyok hivatalosan, nekem van arra lehetőségem, hála Istennek és hála a törvényeknek, hogy hogy én azért elég szabadon a látogatásra bemehetek, a, az általam ismert lelkipásztori gondozásban részesített fogvatartottakhoz odaléphetek, úgyhogy ott van a gyerekük, adhatok kis matricát nekik, általában ez szokott lenni, hogy kis matricát adok, ha elfogadja, és ami még nagyon kedves kis gyakorlat nekem, hogy szoktam ott rajzolni a gyerekeknek. Ugye azért egy szürke világ ez is a gyerekeknek. Igen. Van, aki be sem meri hívni a gyermekét, hogy rossz hatással van ott rá, hogy látja az aput vagy anyut ilyen körülmények között, meg hogy rácsok. És ott rajzolni valamit a gyermeknek, amit akar, hogy mit szeretnél. És akkor néha próbára tesznek, mert valami olyan élőlényt kérnek, katica Bogarat, vagy valami olyat, amit esetleg nem gyakoroltam még be. Igen. De, de működik ez a dolog ott is. Aztán, hogy a kérdése még így visszatérjek egy csöpet, hogy ebből mikor kerekedhet ki egy, egy képes Biblia, mert nyilván azért ez a csúcs lenne, azt hiszem. Igen. Minden digitális lehetőség és, és, és fejlődés dacára azért egy, egy könyv, amit lapozgatni lehet, és nem csak egy album, ami, ami már elkészülhetett, hanem egy, egy teljes biblia illusztráció, azért az a csúcs lenne, hát reméljük, hogy megadatik. Jó, nem véletlenül feszegettem azért, hogy édesapám festőmész rajztanár volt, és sajnos idős korára majdnem teljesen megvakult, és amikor kérdezem, hogy és hát akkor hiányzik-e, azt mondja, hogy én továbbra is alkotok. Tehát a fejbe is volt, amikor vakon Mégis csinált egy festményt, és azt őrzöm, félig vakon a színeket, egészen másképp látta a színeket vakon, mint nem vakon. Ehhez hat kapcsolódjak, mert annyira ide, ami még egy álom. Itt Pesten kezdtem el, a Mátyás királyúton van egy iskola, vak és más fogyatékkal érő igen. gyermekeket a Fehér Anna nővér vezetésével igen, igen. ott tanítgatnak és én velük kerültem kapcsolatba, és ott kezdődött el egy dolog, amit szeretnék folytatni, ha Jóisten arra is a lehetőséget, akkor. hogy ezek a rajzok, amit én készítek ezekkel a kerekformákkal, nagyon alkalmasnak tűnnek arra, hogy a vakkok számára leolvasható domborműveket készítsünk, de ez nem dombormű, hanem az a kifejezetten a vahok számára készítendő technikával, ugye, ahol a dolog logikája, amennyire megértettem, hogy a vonal az nem vonal, hanem mondjuk egy kör, az egy korong. És akkor ilyen rétegekkel, lépcsőzetes rétegekkel dolgozva egy valamit csináltunk, és akkor egy az albumban menne is van egy kis bronz Ezt az albumot azért közben megmutatjuk, hogyha azért Angelika atyának vannak azért ilyen kis igen. kiadványai. Ami esetleg, megmutatom legfébb, egy, olyat, egy kis türelmet szintén... kérek ehhez, hogy amiről, na erről beszélek, ez esetleg majd meg lehet ezt a ezt igen, vakoknak igen, igen. csináltam, és ezzel a technikával akár mindent, ugye én elég egyszerű dolgokat rajzolok, egyszerű vonal, kevés figura, és ez működik, kipróbáltuk, tehát majd ezt is szeretném, ha már a álmoknál tartunk. Na most megint csak belőlem is a rajztanár beszél, és mint kollégának mondom akkor úgy, hogy, hogy igen, most Veres András Püspök urat kinevezte a pápa Győr Egyházmegye főpásztorává, várható, hogy egy másik püspök lesz ennek a Szombathely Egyházmegyenek, aki, ha felismeri benned ezt a ezt a elhivatottságot, akkor nem biztos, hogy egy börtönbe engedtéget egy csak, hanem mit, hogyan lehetne ezt továbbadni minden lelki pásztornak. És, és lehetőleg a, az iskoláikba is ezt a fajta vizualitás, és amit te mondasz, hogy hozzá még a zene, énekzene, tehát pont azok a készségtárgyak, amelyik az iskolákba lecsökkentek egy-egy órára, pedig ezen lehet elérni a gyerek lelkét a legjobban. Hogy ezt, ha más nem az egyházi iskolákban, egy ilyen Angelika atya, vizuális és zenei kultúrával együtt tudná őket valóban azzá nevelni, amire ott vannak? Meglátjuk, azt azért ide kívánkozik tenni, hogy a részemről, hogy, hogy a börtön mellett én tényleg bízom abban, hogy ez, ez, mehet. Mert, mert most már, hogy, hogy bejáratódott, hogy mikor, hol, ugye, ugye teljes embert igényel kétségtelen a börtön. Am, amit majd hát nyilván szeretnék azért, azért, képviselni így a sorsommal kapcsolatban, hogy ha viszont a börtön, akkor úgy tűnik, hogy amellett plusz lelkipásztori feladat, annál már csak a szabadidő terhére mehet, amennyi szabadidőt egy börtön enged, az már egy kicsit megkérdőjelezi, hogy akkor még marad-e a már nagyon kevés szabadidőből energia, figyelem az ilyen ö, rajzos dolgokra, meghívások ö, teljesítésére. De önmagában a, a börtön legalábbis eddigi tapasztalat szerint tekintetel arra, hogy egy kiszámítható munka, azért ott van munkaidő. 8 óra ettől eddig lehet szervezni előre, hogy akkor, akkor egy szabadságot kérni, egy napra el lehet menni egy iskolába. Meglátjuk, tényleg ez is most már nem az első olyan téma, amit a Jóisten gond is elég kezébe kellett tenni. Én megmondom őszintén, nem is a plébánosnak tudnálak elképzelni, hanem mondjuk egy hittudományi főiskola, egy papképzésnél, ahol ez a fajta szemlélet a jövő papjainak is hát benne legyen kezükbe, lelkükbe és szívükbe, mert így jobban tudják azt a pásztori feladatot ellátni, amire hivatottak, vagy ott felkészítik, és valahol ott volna a helyet. Én legalábbis úgy gondolom. Hát, ami nekem erről eszembe jut, és, és én, én, mondhatom, mert nyilván nem, tényleg Isten kezében van minden, de Ugye én a Márő Rádéművét elvégeztem a kommunikációs szakot a Szegedi Tudomány Egyetemen, Igen. és ha már papnevelésről szó esett, ez is egy érdekes téma lenne, és ez összekapcsolva a vizualitással, rajzolással, mert ugye, amit én rajzban csinálok, azt így egészen továbbadni nem lehet. Pont ezért érzem ezt hivatásomnak, mert ezt így nem nagyon tudja más. De amit tovább lehetne adni, egyrészt kicsit bátorítani mindenkit, hogy a rajz, hogy a vizualitás, hogy az ének az mekkora jelentőségű. Ezt, amit én rajzban teszek, ezt úgy tűnik, hogy, hogy ez az én dolgom, hogy azért ha tudok, akkor menjek, ha hívnak, azért igyekszem megfelelni az ilyen kéréseknek. De amit tanítani lehetne, az inkább a kommunikáció Igen. vonal, mert hogy sikerült, a Jóisten úgy rendezte az életemet, hogy sikerült belelátni egy kicsit, hogy a profik mit tanulnak, mit tudnak, és ezt összevetnék egy kicsit azzal is tanítani, hogy, hogy, az egyház, a papság küldetése hogyan illeszkedik ehhez, mert azért itt látok egy olyan kis megbicsaklást, hogy néha a szakmára hivatkozva, kommunikációs szempontokra hivatkozva, történnek olyan dolgok, ami nem kéne, hogy úgy mert az egyháznak azért van egy nagyon klassz kérlet, hagyománya, még ha nem is olyan fogalmakkal leírva és ránk hagyományozva, amit a mai eh, kommunikáció, elektronikus sajtó tudománya, szakmája mond. Úgyhogy ez tényleg érdekes lenne. Hát én annak körülnék, ha minden egyház megyének volna, nem csak rádiója, hanem televíziója is. Itt jönne be a kommunikációnak, a vizualitáson keresztül való nevelő hatása. Hát mert ugye van néhánynak, de nem mindegyiknek. Tehát mondjuk egy Szent István most egyre megyébe rádió is, televízió is. De hát ehhez ez a kérdés az, hogy a, a köztelevíziók biztos nem vállalnak el ilyet, mert még ez a fajta műsor, ami most beszélgetünk, ilyen sincs ott pedig hát a, a, talán a legtöbb nézettsége azért mégiscsak a köztelevízióknak van, és én azt hiszem, hogy minden emberre ráférne, hogy egy picit mélyebben is tudjon gondolkodni, és ennek a vizualitásán keresztül megismerni olyan személyeket, akiken keresztül példát is talál magának, és talán közelebb kerül ahhoz, amiért te is szolgálsz. Úgyhogy... E, Tudom, hogy ez pénzkérdése, de lehet, hogy csak döntéskérdése, hozzáálláskérdése. És sokat segítene a paphiánynak a esetleges problématikáján, mert hogyha mindenhol megjelenne ennek egy központi szentmise, és ezt mindenhol lehetne ott is, ahol nem tud csak egy hónapba csak egyszer kimenni a pap, de azért ő azt lássa otthon. Hogy ha nem is megy a templomba, de azért ott van vele az, akivel, akit ő tisztelt, csak hát annak az elfoglaltsága nem tudja el. ezt. Tehát ugye ez egy, ez egy ilyen érdekes misszió, a te a te vizualitásodon keresztül, azt hiszem, hogy ez volna az igazi ideális dolog. Meglátjuk. És eljutni a családokhoz is. Meglátjuk. Mindenesetre a börtönben most a Panasok úrral beszélgettünk arról, hogy a zárt láncon keresztül, ami azt jelenti, hogy a börtönön belüli tévés csatornák lehetőségei között lenne egy olyan, amelyre készíthetnénk akár a fogvatartottakkal is műsort. Ugye a rádió itt ott már Jó. van, de, de, ha valami vizuális dolgot ott meg lehetne valósítani, ugye azért ne felejtsük, hogy a börtönben lévők az úrédus szemében kitüntetett szerepben vannak, hiszen az utolsó ítélettel kapcsolatban mondja az Úr Jézus, hogy ahogy bánunk azokkal, akik börtönben vannak, úgy fognak velünk is bánni az ítéleten majd. Az hát kérdezzem, hát nem utolsó kérdésként, de rövidesen befejezik a adásunk, hogy vannak-e már követőid? Tehát van-e van -e holdudvarad, akivel tudod, hogy hasonló módon gondolkodik és viszi tovább? Ahhoz, hogy valaki körül kialakuljon ilyen, ahhoz állandóság kell. Nem véletlen a mondás, hogy varietas Delektát, Szed, stabilitas Beatifikát, a változatosság gyönyörködtet, de csak az állandóság tesz boldoggá. Hát erre is vonatkozik ez, hogy ahhoz, hogy emberi kapcsolatok, olyan kapcsolatok, amiben át lehet tényleg adni valamit, föl lehet nevelni valakit valamivé, ehhez idő kell. Na most, hát ha valamire az én életpályám eddig bizonyíték, az az, hogy hogy két-három éves váltások, azok túl rövidek. Uh -huh. Nyilván a Jóisten mindent ural, de, de úgy tűnik, hogy, hogy ahhoz egy kis nyugalom, állandóság kéne. Tehát tehát ilyen tíz éves egység legalább, hogy az ember azt mondja, hogy igen, akkor, akkor körülöttem xyz esetleg eltanult valamit, amit rajtam keresztül akarta Jóisten neki tanítani. Persze, nem zárom ki, sőt, nagyon remélem, hogy ö, talán, talán segítettem mást az elmúlt években. Ha, az jutott eszembe, hogy van papi foci válogatott, most ötödik lett Európa-bajnokságban is, hát lehetne papi festőművészek, rajztanárok, grafikusoknak is válogatottja és időnként megmutatná az országvilág előtt, hogy mi minden mozog benne a szolgálatnak ezen vizuális átadásán keresztül. Hát ilyen gondolatok jegyében, én egyetértesz -e ezzel, hogy ilyet is nem volna. Hiszen van, van néhány Prokop kezdve azért találunk, csak ezek egyedik, de lehetne talán ennek egy ilyen iskolája is. Hát ilyen iskola tanárnak el tudná képzelni hogy minél több holdudvarad legyen, és más is kövesse azt, amit te csinálsz. És még egyszer köszönöm azt, hogy együtt lehettünk, és ezekről beszélgettünk, és én azt hiszem, hogy talán nem haszontalan, ha mások is megismerték a te világodat. Köszönöm szépen. Én köszönöm. És.